már korábban is beszélgettünk arról, hogy én otthon szeretnék szülni. És az otthon az nekem az volt a fontos, hogy ahol élünk. Tehát nem egy szülésházban, nem egy szülésznőnél, nem egy dúlánál, hanem otthon. Az izraeli otthonunkban, ahol élünk. És hát először a férjemnek ez annyira azért nem tetszett, meg így félt ettől a szituációtól. Szerintem ez a nagyon tipikus, de ha valami baj lesz, akkor mi van? Ez nagyon sokszor feljött. De azért mégis ő is inkább arra felé húzott, hogy ez végül is az én szülésem, meg így velem, a leginkább velem fognak történni a dolgok, meg az események. Nagyon nehezen találtunk egy szülésznőt, egy bábát, mert Izraelben nincsenek nagyon otthon szülések, nagyon kevés bába van, és nagyon kevés olyan bába van, aki elfogad egy olyan felkérést, aki először szülne. Ezt végül nekem a bábám mondta, hogy valószínűleg azért tartott ilyen sokáig találnom valakit. Ő is nagyon messziről jött egyébként hozzánk. Én nagyon biztonságban éreztem magam vele, és hál' Istennek a férjem is. És én az anyukámat is megkértem, hogy jöjjön majd ki hozzánk, mert az anyukám dúla. És mikor megérkezett, akkor már egy ilyen nagyon, tényleg egy ilyen mennyei tranzakció volt, vagy egy ilyen átkonvertálódás így a terhesség végéből a vajúdásig, mert nagyon finomakat főzött nekem, amíg a férjem elment otthonról dolgozni, mi rengeteget csak beszélgettünk, kártyáztunk, minden nap kb. Nem tudom, háromszor megmasszírozott a lábamat, a hátamat, az arcomat, pakolást, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon el voltam kényeztetve. Egyik este, a 39. hét utolsó napján a lábmasszírozás közben így éreztem, hogy van egy kis összehúzódás, és akkor anyukám mondta, hogy hát szerinte itt akkor lehet, hogy elkezdődnek majd dolgok, nem kell velük foglalkozni, itt még hosszú az út előttünk, de hogy tudjam, hogy ez most lehet, hogy el fog kezdődni. Mondta, hogy szerinte most kéne elmennünk aludni, amíg még tudunk. Nekem nem sikerült aludnom, és úgy éreztem, hogy levegőre van szükségem, úgyhogy leszerettem volna menni sétálni. Természetesen anyukám ébren volt, tudtam, hogy nem fog aludni, úgyhogy át is mentem hozzá a szobába, már kb. Várt rám, hogy akkor mit tud nekem és hogy segíteni, lementünk sétálni, és mikor felmentünk a sétából, akkor egyre erősödtek a fájások, és mondtam a férjemnek, hogy hívjuk fel a szülésznőt, akivel ő beszélt is, és ez volt azt hiszem olyan éjfél egy körül, és végül 4-re jött meg a szülésznő, amire én már nem is emlékszem, mert akkor már, tehát akkor én már nagyon így zónba voltam, a hálószobánkban vajuttam akkor, és akkor megjött a szülésznő, és ő mondta, hogy voltam-e már vízbe, van-e kedvem vízbe menni, és engedtünk nekem egy jó nagy kád vizet, akkor oda beszálltam, és akkor innen, ettől a hajnali 4-5 körültől, hát nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül ez a vízből kibe. A vízbe nem éreztem, hogy sokkal jobban lennék, és nagyon elfáradtam fizikailag is. Nagyon, azt hiszem, hogy így nagyon átadtam magam az összehúzódásoknak, a fájásoknak. Arra emlékszem, nagyon jól esett a fürdőszobában a mosdóra támaszkodni, és a férjem nyomta erősen a derekamat. Nagyon sokat ittam, azt anyukám egyfolytában hozta a vizet. Nagyon sokat pisiltem. Tehát, hogy így csak így történtek a dolgok igazából. Nem volt semmi szabály, nem volt semmi rendszer, hanem mindenki engem figyelt, azt, hogy mi esne jól, még akkor is, hogyha nem kellett kimondanom, mert azok az emberek, akik körülöttem voltak, minden rezdülésemből tudták, hogy mi lenne jó, még akkor is, hogyha nem az a Vera voltam, akit ők ismernek, vagy amilyen szituációban engem ők megszoktak. Például elfáradtam, akkor pontosan tudták, hogy mit kell mondaniuk, amikor mondtam, hogy például, hogy most már úgy elég, és hogy esetleg kórház, és előre szóltam, hogy bármit kérek,
bármennyire fáj, ne engedd, a férjemnek mondtam, ne engedd, hogy kórházba menjünk, nem én beszélek, a fájdalom beszél belőlem. És hogy ősek, mert egyébként nem tartom magam egy kitartó embernek, ami hát valószínűleg egy tévhit saját magammal kapcsolatban, hogyha ezt az egészet végigcsináltam. De hogy pont jókor mondták azt, hogy még egy kicsit, pedig hát nem csak kicsi volt, de jókor mondták, hogy még egy kicsit. És hát sajnos egyébként a bábának volt dolga, mert amikor már régóta tartott a vajúdás, akkor nem teljesen emlékszem, de azt hiszem, hogy őnek is kellett valahogy pozícionálnia a babát. Nekem mindenféleképpen kellett kicsit lábat emelgetni, aztán legugolni, aztán fölállni. Tehát volt ott egy ilyen kis tánc, ami abszolút nem esett jól. De ott például anyukám rengeteget segített, és azóta is emlegetjük, amikor egyszer az ágyon feküdtem, és az egyik lábam ki volt nyújtva, és így félig oldalt, és a másik lábam pedig itt, ide volt felhúzva, és ő tartotta nekem a lábamat, hogy próbáljuk ösztönözni a babánkat arra, hogy megtalálja az utat. És akkor így néztem anyukámra, és mondtam, hogy anya, és csak így folytak a könnyeim, és ő megmondta, hogy tudom, tudom, és hát ez is nagyon érdekes, hogy anya szerepbe, dúla szerepbe, és hogy talán ilyen másodpercenként, ahogy változik az, hogy hát ez még nem jó pár éve én, ő belőle jöttem világra így, és pontosan tudja, hogy mit élek át. És közben segíteni szeretne, de tudja, hogy fáj nekem. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, kérdeztem is tőle, hogy neki ez milyen volt. De tudtam, hogy ő így nagyon észnél tud lenni, és hogyha van ember, aki így a célt maga előtt látja, és a cél az, hogy ebből a szobából mindannyian egészségesen, testileg, lelkileg jöjjünk ki, az az anyukám. És minden úgy történt, ahogy lennie kell. Egyébként a mai napig ezen meghatodom, szóval nagyon, nagyon, nagyon hálás vagyok neki ezért. Utána mondta a szülésznő, hogy most guggoljunk le a falhoz. A fal mellett volt egy matrac leterítve, és amikor egy összehúzódásnak vége lett, akkor így ledöltem oda egy picit, és aztán amikor jött egy újabb, de hát akkor már szinte alig voltak szünetek egyébként, de talán az a pár másodperc is segített, hogy egy kicsivel legyen erőm újra. És a negyedik vagy az ötödik körnél való felgugolás, akkor mondta a szülésznő, hogy akkor jön a babánk, és hogy most akkor mindent bele. Akkor a férjem elkiáltotta magát, hogy mennyire ügyes vagyok, és hogy látja a haját, és hogy fekete. És emlékszem, hogy akkor volt egy ilyen, hogy magamhoz tértem, hogy fekete, és előtte, hát órák óta nem is tudtam, hogy miről van szó, de amikor mondta, hogy fekete, akkor valamiért az valahogy mégis megütötte a fülemet. És ahogy ő is így figyelte a babánkat, és akkor az is olyan, az nagyon meghatotta, hogy ahogy egy pillanatra egyáltalán nem nő voltam a szemébe, hanem az anya. És akkor egyébként az rettenetesen jól esett, hogy úgy tud rám nézni, és úgy tud egyébként a nemi szervemre is nézni, hogy onnan most jön a gyerekünk, és hogy ez mennyire természetes volt neki is, és ez nagyon meghatott, hogy így is tud látni. Egy kitolással kín volt a feje, azt éreztem, és aztán jött volna a teste, és egyszer csak a szülésznőm így az arcomban nézett, és azt mondta, hogy állj! És ettől nagyon megijedtem, és ahogy azt mondta, hogy állj, a megijedéstől visszaszívtam a levegőt, és onnantól kezdve ő mutatta, hogy lassan, pici mozdulatokkal vegyek levegőt, mert szeretett volna vigyázni a gátamra, és hogy ne egy nagy bummal jöjjön ki a gyerek. Elkezdtem ilyen lassan venni a levegőt, és akkor ezekkel a pici ilyen tágulásokkal jött ki végül a babánknak a teste,
ami tűnhet egyébként egy ilyen agresszív megoldásnak a szülésznőm részéről talán így elmondva, de nekem ez nagyon jól jött. Ja, és hát ezt nem is mondtam. Hát a leggyönyörűbb része egyébként az volt, hogy én nem tudtam magamat tartani a falnál, és aztán úgy született meg a kisfiunk, hogy anyukám tartott az egyik hónom alatt, és a férjem a másik hónom alatt, és hát így lettem anya, hogy anyukám tartotta az egyik kezem, a férjem a másikat. És aztán, ahogy tartottam a kisfiam, csak az volt bennem, hogy ez egy hatalmas fej. Hogy ez az egész gyerek egy hatalmas fej. Aztán persze összement ez a fej, és ma már megnőtt ez a test, és nyilván többről van szó, mint egy nagy fejről, de ez volt az első gondolatom. Vártunk, amíg pulzált a köldökzsinór, meg egy kicsit, szerintem egy 10-15 perc biztos eltelt, de nem született meg sajnos a méhlepény. Akkor elvágták a köldökzsinort, és én ott maradtam a földön, és a kisfiunk pedig ment az ágyra a férjemmel, akkor csak így néztem, hát így a világomról nem tudtam egyébként, és csak így néztem őket, így szerelemmel a mai napig, ahogy nézem őket, hogy eltelt egy jó 40 perc, és még mindig nem született meg a méhlepény, és akkor mondta a szülésznőnk, hogy az a biztonságos döntés, hogyha bemegyünk a kórházba, mert közben én csak vesztettem tovább vért. És amennyire be voltam feszülve a kórháztól, annyira engem akkor egyébként semmi se érdekelt. Csak ahogy néztem, és akkor jó, persze, mondja, amit akar. Ennél szebb látvány nincs, és csak így néztem a családomat. És ahogy kiértek a mentők, megszületett a méhlepény, aminek nagyon-nagyon-nagyon örült mindenki. De minden esetre a vérvesztés miatt mondta a szülésznő, hogy szerinted menjünk be. Megjöttek a mentősök, és betoltak egy ilyen széket. És az a világ legnagyobb széke volt. És mit kezdjek ezzel a székkel? És mondták, hogy gyere. Sajnos azonnal bekapcsolt ez a mechanizmus, ez a mondanak valamit, akkor megcsinálom. Hát felmásztam a székre, és én akkor ott elájultam. Utána emlékszem, hogy a férjem pakolászott, meg próbált nyilván valamit összerakni nekünk is, hogy megyünk a kórházba, és anyukámnál volt a babánk. Anyukám csak hozta őt oda az arcomhoz, hogy minél közelebb legyünk egymáshoz. Bárhova toltak, akkor végig itt volt az arcomnál, anya csak így rohant utánam. Mindenki jött, és ahogy megérkeztünk a kórházba, azonnal otthonszülés, így a stigma, meg a label, hogy otthonszülés, sürgősségi, mindenki minket vett körül, semmi probléma nem volt. Tehát vért vesztettem, de magamnál voltam, egyébként azt hiszem egy ilyen kb. 10 másodpercre ájulhattam el. Magamnál voltam, minden kérdésre tudtam válaszolni, a baba tökéletesen jól volt, jó nagy, nem csak a feje volt nagy, később kiderült. És hát ahogy így mondják, hogy nem lehet semmire felkészülni, és nekem az egyetlen, ami ilyen tabu volt, vagy lehetetlenség, az az, hogy tőlem nem vehetik el a gyerekemet. És akkor éreztem azt, hogy ezt nem fogják annyiba hagyni. Én pedig nem voltam a harcolós állapotomba. Hát és a férjemnek meg pont az történt, amitől félt, hogy mi van, ha valami baj van. És akkor rám nézett az orvos, és mondta, hogy itt mindenki a babának szeretne jót, és hogy én ennek ne álljak az útjába. És azt hiszem, hogy elfáradtam. Tehát, hogy nagyon régóta voltam ebbe a szülésbe, nagyon érzelmileg is, hát össze-vissza, és akkor mondták, hogy csak elviszik, és szeretnék megvizsgálni. És elvitték. Akkor mondtam a férjemnek, hogy hátra se nézzen,
felnőtt ember vagyok, jól vagyok, hátra se nézzen, viszont egy pillanatra ne veszítse szem elől a babánkat. És akkor ők elmentek. Az borzasztó volt. Életem legrosszabb, nem is tudom mennyi idő telhetett el. Úgy éreztem magam, mint egy ilyen űzött vad, vagy nem, tehát hogy így nem voltam magamnál, csak hajtogattam, hogy mikor mehetek utánuk. És hát 4 napig voltunk bent, azért, mert olyan vizsgálatokat csináltak a babánkon, amire mondták, hogy sokáig tart, mire visszajön az eredmény. Minden eredmény tökéletes volt. Én voltam egyébként, ha már valaki rosszabb helyzetben volt, az én voltam, mert viszonylag sok vért vesztettem. És egyébként még akkor, mikor a férjem ő utána ment, a baba után, akkor ő megkérdezte azt az orvosnőt, aki velünk foglalkozott leginkább, hogy ő megállította és mondta, hogy mondja már, hogy most miért vagyunk itt, magára és a babánkra gondolt, miért vagyunk itt? És akkor ott gyakorlatilag bevallotta, hogy minden rendben van, de szeretnék jól megvizsgálni a babát, mert hogy otthonról jöttünk. És azért ez a pofátlanság ne továbbja. Tehát, hogy így ti minket szolgáltok, és hogy így... Nem, ezt nem is tudom elmagyarázni, tehát hogy be is vallotta. És aztán végre megkaptuk az eredményeket, hogy minden rendben van, és mondtuk, hogy akkor megyünk haza. Nem akarnék még egy kicsit, a babánk hazamehet, de én nem maradok itt. És mondtam, hogy micsoda, hogy ki marad, hol, senki nem marad egymás nélkül, köszönjük szépen, mi hazamentünk. Hazamentünk, és életünk legjobb alvása és legjobb reggele következett, ami azóta is tart egyébként, bármennyire is nyálasan hangzik. Azóta, hogy tényleg hárman vagyunk, és otthon, és abban a környezetben, amit mi választunk meg, azokkal, akiket mi választunk meg, nagyon kerek minden.